Jó reggelt, Vietnám! Szavaztok, gyerekek! Képer jelentkezik következő csodálatos gameplay-jel, ami nem más, mint igazából egy ilyen teszt videó, mivel ezzel a játékkal még nem játszottunk. Csinálunk róla egy ilyen első látásra videót, aztán, hogyha nagyon bejön nekünk, akkor egy kis videósorozatot. Egyébként ez a játék nem más, mint a Wasteland Truckers, ami egy magyar fejlesztésű játék, és nagyon hajaz kettő játékra, bár soha nem mondjuk azt, hogy kopi, mert igazából most már nem lehet nagyon feltalálni a spanyol viaszt, mivel hasonló játékok készülnek. Leginkább a The Long Drive-ra számomra azért hasonlít, leginkább, mert ugye egy ilyen posztapokaliptikus kiégedő világban játszódik, szóval amikor már a civilizáció nem annyira működik normálisan, de azért próbál fennmaradni különböző elszigetelt falvakba, de hát ugye a Mad Max óta ez már nem egy újdonság, szóval tényleg a spanyol viaszt nem várjuk senkitől, hogy már feltalálja. Egyébként a másik játék, amire hasonlít, az nem más, mint a My Summer Car, mert igazából ilyen küldetéseket kell csinálni, meg még ráadásul túl is kell élni, szóval van ilyen szomjúság, éhség, és bladder, az elvileg valami ürítés, tehát azt hiszem, hogy kell pisilnunk, és ja, egyébként itt lakunk. A térkép az nem random generált, hanem statikus, tehát vannak helyek, falvak, küldetéseket lehet csinálni. Eléggé összetett. Jön egy autó. Jön egy Volkswagen T2-es. Oh my god, nem, ez egy T3-es volt, ugye? Ez egy T3-es Volkswagen volt. Mármint egy transporter. Na, hogy kell kinyitni az ajtót? Hát igen, itt várjál, nézzük körül először is, hogy mi ez. Ez mi ez egy parabola, nem, csatorna felé, gyerekek. Gaming kanál is, most felirat, de jó, ez nagyon jó, az más. Hoppa, várjátok. Unik. Oké, ja. Oké, WC. Tudjuk cipelni, óra jó, és nem is mutatja, és tudjuk vinni a hordókat. Elvileg el lehet adni még ilyen fém hulladékot is, meg mindent, úgyhogy érdemes elvinni, elhurcilászni a cuccokat, le tudod adni. A térkép az teljesen open world, ilyen sandbox jellegűnek örülnélek, ez mi? Ó, tök jó. Ő is egy videós egyébként, szoktam is nézni, fel vagyok rá iratkozva. Ajánlom mindenkinek, itt lehet idejönni, ott látjátok? Na, jó. Egyébként itt a térkép, és a térkép az úgy működik, hogy tényleg nem statikus. Tehát mi ráadásul most jelenleg itt vagyunk, és be lehet járni az egészet. Egyébként marha nagy a térkép, elvileg. Van itt egy fazek, ezeket lehet, hogy lörcs. Ez mi? Ez medium. Lehet főzni, hogy mi ez vehicle lenni? Van egy gázpalack, jó. Szekrényt ki lehet nyitni, szekrényt nem lehet kinyitni, hűtőt ki lehet nyitni. Oh. És elvileg, várjál. Hogy kell berakni az inventory-ba dolgokat? Hát, rakjuk le. Igen, I betűvel be tudod pakolni az inventory-ba a dolgokat. Majd lehet, hogy nézzünk beállításokat, mert annyira nem vágja a képet. Jó, mi van itt? Van itt rádió, távcső, iránytű, cigi. Jó. Nem tudom, hogy mit érdemes vinni. Az mi? Valami volt oda felírva. Hát ez nem tudom. Ja, itt van. Ó, de tök jó, a cetliket itt kiírja. Drága fiam. Én elmentem éjszakra valamit megkeresni, valami gyógyszert. Elvileg van valami, a szomszédunkban van valami, nézzük meg Zoltán, és ő ad nekünk valami utasítást, és jó lenne, hogyha keresnék munkát. Menjünk Balarx fele, és forduljunk balra ott. És megtaláljuk valami Jacques nevű csávot, jó, oké. Sok szerencsét. Ja, a apánk itt hagyott, jól van akkor. Na, várjátok, ki kéne járni a járművel, mert ugye természetesen lehet járművel vezetni. Ami nem más, mint szerintem egy Zil 131-esre hajazó dolog. Várj, hogy kell? Ezt most azt hiszem, hogy le kell googolni talán, hogy... Aha. És akkor be kell mennünk. Ez nekem egy kicsit egy... Kicsit ilyen, nagyon My Summer Car-os, tudod, ilyen. Le kell mennünk, és akkor Enterrel driving mode-ba, jaj, driving mode-ba változ, jó.
Azt az igen, le lehet. Na, jó van. Azt nézem, hogy... Én most fölfele tekerem. Aha! Jó, le lehet tekerni az ablak a gyerekek. Hát ki kell könyökölnünk, öcsém. Egyébként mindig azt szoktam mondani, hogy durvább környéken én nem merek kinézni az ablakon. Azt hiszik, kikönyökölök. Lámpa, ablaktörlő, kézifék, és itt van elvileg. Gyújtás kapcsoló, jó. Váltanom nekem kell, more? Várjátok, ezt meg kell néznem, hogy automata váltó legyen, vagy valami csoda. Szóval tudom. Húdik! Autó... H-shifter, automata... hogy kell váltanom, várja már? És itt van a... A nyilakkal. Jó, akkor váltanunk kell. Akkor csapjuk neki egy egyest. Oké, okay. Kiárok csak, mert körül akarok még nézni. Arra kell menni azt hiszem, hogy a balarsz fele. Azt a gyerekek. Várjátok, lehet, hogy nem az útra kéne jönni, mert itt ilyen járművek itt közlekednek. Ide félreállok, jó? Ide félreállok. Oké, okay. Nyomjunk egy kézféket. Rakjuk be nullába, alítsuk meg. Nem mondod, hallod ilyen izét? Ilyen ruszkik hallod, opá, ja, legugolok, jó. Oké, várja vár. Lehet hajtani elvileg a platót. A plató az ilyen rettenetesen csúnya. Elvileg lehet tuningolni a járművünket. Szóval meg is lehet nézni a motort is. Aha. Ez egy 150 lóerős orosz V8-as. És... benzines. Ugye az ilek azok alapban a V8 benzinek voltak. Jó, és akkor meg lehet nézni, igen, ugyan, hogy hány százalékos állapotban van, meg gondolom kell bele olaj, meg mindenféle, nem tudom, hol van az olajbetöltő ezen. Jó, gyerekek, lecsukom, gondolom még működőképes. Hát biztos, kicsit ilyen, ez a része egy kicsit ilyen long drive-os nekem, de tényleg semmilyen körülmények között, ne legyen az, hogy azt mondjátok, hogy copy meg ilyen, mert ha van szemetes, gondolom, akkor itt ki lehet dobni a dolgokat. Raklap. Mit lehet vinni? Mit érdemes elvinni? Várjatok, nézzünk körül. Ez mi? Mi ez a rúd? Vonórúd more. Lehet vontatni. Figyeljetek, én felrakok mindent a platóra. Vigyünk el mindent, aztán amit tudunk, azt eladunk. Kicsit hátrébb adtam volna. Várjatok, ide pakolok, jó? Mindent viszünk, aztán akkor... elvileg, várjál már, lehet toolbox, lehet szerelni. Az azt jelenti, hogy szét lehet kapni a járművet akár darabokra is. Sőt, itt még lehet mást is csinálni, hogy mindjárt megnézzük, F-felelőleg előveszünk azt a csavarkulcsot. És akkor ugye amiket így ránézel, és ott így... Hogy kell levenni? Aha, így látod, de le tudod venni. És ezt remélem vissza is fogom tudni. Rakni, hogy kell... Aha. Igen, és vissza tudod rakni. Úgyhogy van ilyen toolbox, ezzel tudsz szerelni. Ez szerintem tök jó, vissza kell rakni a csavarkulcsot, oké. Okay. Akkor visszük ezt is. Úgy. Ez nekem egyébként tök bejön ez a játék. Én nagyon bírom az ilyeneket, meg elég összetűtnek rőnék, meg főleg, hogy Carpart Adjuster. Ez micsoda? Repair box. Oh. És ezt is lehet javítani dolgokat. Javító csomag, és öt, lehet, hogy ugye ötször tudod használni. Mindegy, elviszük azt, hogyha valami tönkre megy, akkor javítunk. Viszünk mindent, jó? És akkor van ez a Car Part Adjuster, ez ilyen, tudsz módosítani a járműveken, tehát, várjátok, azt mindjárt megnézzük, jó? Ezek így, és akkor hogyan működik? Aha. És akkor mivel? Adjust position, mivel? Aha, a nyilakkal. Nem. Nem tudom, hogy mivel lehet. Megnézem, bocs gyerekek. Heavy object. Van éve, hogy heavy object, F2-t megnyomod, akkor meg tudod emelni azokat is. Az is egy jó dolog.
zoomolni erre, tudsz pisilni P-vel, pusholni G-vel, cigizni T-vel. Itt van, aha, itt van, a numerikus billentyűzetekkel tudsz módosítani dolgokon. Tehát akkor ezt így most megpiszkáljuk, várjál, igen. És akkor numerikus. Aha, és tudsz emelni rajt, látod ilyen offroadba. Ó, gyerekek, hát megültetem, bazzá a verdát! Megültetett zille, megyünk épp, hogy ne érjen bele a sárvérőbe, így. Ú, ez jó, ez jó, ez tetszik. Hallod, ültessük már meg az illt, már megint kezdődik. Mi vagy hátul meg felemeljük azt ilyen izajra, az ilyen nagyon Mad Max lesz. Hallja? Ugyanúgy, sárvérőig leengedjük, nagyon jó. Gyerekek, ültetett zill lesz, hallod? Wow, nagyon jó. Jó, de ez tetszik, a hátsó kereket is kellene. Ezt fölcsukjuk. Már a hülyeséget csinál. Egyébként ugye tudod emelni, meg tudod módosítani tudod a különböző dolgokat, hogy hogyan legyen. Ó, mert ez így jó, ez nagyon tetszik. Ültetjük az illő gyerekek. Levél, hoppá, ez egy kicsit rüszölni fogná. Ezt egy picit emeljük meg. Az a lényeg, hogy addig, hogy ne rüszüljön. Ez tetszik, ez tetszik. Oké, okay. Jó van, akkor így. Lenyitom a platót. Mit lehetne még? Elvileg, amiket ugye így ránézel, és ilyen csavarkulcs lesz, azokat tudod állítani. Tehát akkor ezzel... Itt mi? Itt valamit nem tudom, mit állítok, de inkább hagyjuk. Na, várjátok, ezt visszarakjuk, és akkor ez is mehet. Mehet a platóra. Jó. Elvileg tényleg lehet tuningolni a járművet, tehát így még a platót is azt hiszem, hogy ki lehet cserélni. A vigyünk zseblámpát, biztos szükség lesz rá, akkor ezek szerint valószínűleg, hogy be lehet kapcsolni, de jó. Okay? Akkor valószínűleg, hogy éjszaka is. Mert múlnak a nappalok éjszakák egyébként, az vagy 2021, nem tudom micsoda van. Jó. Yeah. Milyen jó idő térérzéke van a creepernek, oké. Okay. Ott van egy épület egyébként, meg kellene nézni ezeket, lootolni kell gondolom ez erre, meg pénzt kellene szerezni. Jó, itt már nincs semmi. Ezeket, nem tudom, távcső kell nekünk, távcső, az erre lehet zoomolni. Baromira, hát ez nagyon bezoomol, úgyhogy ez tök jó szerintem, nem biztos, hogy kell. Várjátok, egy dolgot lehet, hogy audiót egy kicsit le... érdekes, hogy már le is van véve. Gondoltak a videósokra. Jó, ezt a gaming kanál és egy csatorna feladat hallod, biztos, elvileg a vasat le lehet adni, hallod? De megint jön itt egy izé, ez tök jól néz ki. Azt a betyár, hát majdnem nekünk, majdnem lövitt a plató szélét. Meg ment a zsiga is, jó, hát fasza. Ez a vaslemez. Elvileg heavy dolgokat is lehet ám vinni, azt mi F2-vel tudod bekapcsolni, heavy object mód, jó? Hallod, ne vicceljél, visszük mindent, apám! Elvileg ezt lehet forgatni, csak az a baj, megint a rossz egerem van nálam, várja, de van nálam jó egerem. Kettő egér van fölrúgva a gépem, de nem fog nagyon bezavarodni, hallod? Mindjárt, ez kicsit gyorsabb is. Oké, így. Mindent is iszünk. Oké, gyerekek. Mi, hallod, heavy object, még a kukát is elviszem, nem lehet? Jó. Hordókat, mit lehet még? Ezt a vaslemezt is visszük. Leadjuk, érted? Pénzt keresünk vele. Vasazunk testvérem az urba. A vicceivel. Így. Oké. Okay. Úgyhogy föl lehessen csukni a platót, persze. Tök jó, ez eddig jó. Hát ma Keeper már kap... Hallod, ezért nem tudom, bennem van a vér, vagy nem tudom miért, de kapásból izé hordom a dolgokat. Heavy object, és hogyha heavy object módban van, akkor a normál objecteket nem tudod fölvenni, ez jó. Úgyhogy nem az van, hogy mindig bekapcsolva tartod a heavy objectet, aztán akkor minden viszünk, mint a piros hetes. Fizika van, more! Jó, egyébként Unity-vel van csinálva. És tök jó a fizika, és ja, ez a Unity Engine, ezt nagyon sokan használják. Egyébként nagyon akár AAA-s játékokra is. Kéne egyet pisilni, az nő az a pisilés. Na, és várjál, a szomjúságomat is enyhíteni kellene valahogy. Megújulj!
Tudja meg rossz. Na. Kellene, várja, azt hiszem a P-vel, ugye? P, hát gondolom. P, mint pisilni. Aha, jó van. Ide húgyunk. Egyébként rájöttem, hogy ha azt mondod húgyozni, az olyan alpári. De ha figyeljed meg, hogyha úgy mondod, hogy hosszú úval, akkor az ilyen előkelőbb. Hogy elmegyek húgyozni. Érted? Figyelj, falapot nem vesznek. Baze, nem hiszem el, hallod, mindent te fogok hordani, de meg kellene játszani is, úgyhogy jó van. Hallod? ezt komolyan mondom, hogy szerintem valami vér bennem van, baze, mert nem, amit látok, lopok. Ja, hogy inni kéne, nem? Szomjasak vagyunk, várj az inventoriból, hogy tudok elővarázsolni dolgokat. Még a hátizsákomban van 7 tárgy, jó lenne vele inni, vagy nem tudom. Szomjon döglünk, gyerekek. Ó, de jól lehet forgatni, tök tetszik. Ó, ez minden hogyan is. Olyan szinte belekeveredsz, azt sem tudod merre van előre. Jó, azt itt az elejébe beledobjuk. Ó, hát ez nagyon jó, gyerekek. Jó van, többet ne vigyünk már, mi van itt, hallod? Ott, izé, a vasasok öcsém. Megjöttek a didzsák. Te... Várjál, ezt is... Azt hittem a kerítést is el lehet bontani, mert bontott téglát is eladok mindent, tesó. Volt ott hátul még valami, meg vannak itt épületek. Meg kell nézni őket. Új, én szeretem az ilyen izé, ilyen nagyon megnézni a dolgokat, úgyhogy bocs érte, vannak itt ilyen. Hallod, azokat nem vághatom szét. Izé. Heavy object mode be van kapcsolva ilyenkor. Aha. Dobni nem lehet? De lehet dobni. Kettő szék. Odani, mi ez? Karácsonyfa more! Ha mi van benne? Ajándékok vannak? Ajándék gondolom, nem nagyon, nem tudom, nem lehet kibontani gondolom. Ide le lehet ülni, ha akarsz. Nem én -e. Várjál. El kell dobni. Ezt akkor nem kell izélni. Nem kell vinkódni vele, hogy itt. És várjál, át kell venni a szont. Nehogy már allod, mindent elviszek. Komolyan mondom, minden... Itt, és itt sokkal sűrűbben vannak, mint a Long Drive-ba a cuccok. Mármint ilyen épületek, mert ugye statikus és úgy van megcsinálva, hogy van, szisztematikusan van felépítve, nem csak ugye, hogy bedobálja neked a random generátor. Úgy. Jó, ezt a két széket még azt, bocsánat, oké? Okay? Várj, próbáljuk ki már ezt a kukát. A kuka az miért jó? Miért jó, hogy van kuka, hogy eldobhatod a dolgot? Miért jó? Széket be tudom dobni, eltűnik, vagy mi? Próbáljuk már ki, nem? Hoppa! Bele se fér, jó, hogy nem egy üzét akarok beledobni. Pala, pala, hogy van. Figyeld az a nét, figyeld! Ne szórakozz ebbe azzal, ilyen üzét, ilyen orosz hardstyle-t hallgatják. Jó, hát ez itt marad, rohadjál meg. Jó, megyünk. Ültetett üzével zillel gyerekek, azért tudod. Hallod, lehet aludni a lanyósan. Na! Ignition! Elindultunk, elindultunk. Kézifék. És egyes. Na, hátul ki látok? Azt a betyár. Nincs egy külső nézet? De van! Ó, az a betyár. Meg van ütedve az illik. Egyébként belső az sokkal hangulatosabb. Ó, ennek meg milyen van? Ennek is zsigája van. Félreállok, more, mert bajom vannak. Jó sokat jöttünk mi. Kézifék. Meg egyesbe hagyom, more, nem gurulgatom. Na, hello, szevasz, figyeljé! Amit még akar... Ja, és nincs térképünk, azt ne felejtsük el. Inni kellene. Hogy kell az inventory-t? Várjál, inventory. Gondolkodjál? Nézed meg a settings-et kipa, ne gondolkodjál, mert abból csak a baj lesz! Player control, inventory. Drop. Itt van pedig az item. Open, K és U. K és U. És az 1-es, 2-es, K és U. K. Így 3-as. Hoppá, várjál. És akkor ezt hogy kell...
Hogy kell itt bűnnie? Hogy mondtam ezt meg, More? Aha. E felhúzoljon, vagy mi? Nem félek hozzá a sörhöz! Nem félek hozzá a sörhöz, le kell csavarni a tetejét, vagy hogy az anyám. Milyen sörbontó kell hozzá? Lecsokolbász. Várjál, nézzük egy ötöst. Lecsokolbász. Ezt hogy egyem meg ezt, More? Edobtam a lecsokolbászalat! Várjál, megint inventory. Bocs, de ez rá kéne jönni. Player control. Na! Open. Ez movement. Move. Use F. Use F, ennyi gyerekek. Use F. Ura a csokobasz, na. Edd meg! Ó, megette, hallod, várjál. Ezt nem akarja meginni apám. Összetörik? Jó, hát akkor majd megy az inventoryba, Bore. Nem tudom, hogy kell meginni. Szavasz, öreg! Azt mondták, hogy jöjjek ide. Valami Balázs shopba vegyek neki üzemanyagot? Jó, vagyok. Ez a kannád? Jó. És van benne 8 liter, öcsém. Hát ez jó, beletankolom magamnak, ne vicceljél vele. Hol van ez be a benzin? Hogy kell be... Ajajajaj, hogy kell benzin tankolni? Ó, ezt levettük, jó, várjál. A Marmon kanna, miért van három fogantyúja, ki tudja? Bazze, ezt nem vágom, hogy ez hogy kell. Nem tudom, hogy kell operelni. Vagy csak ide kell rakni? Nem. Jó, ezt majd megírjátok gyerekek, addig talán nem döglünk meg. Ez meg akkor menjen a platóra. Ezt meg akkor becsettyintjük. Ja, bocs, hát nem tudom, hogy kell. Na. Menjünk, mert mindjárt éjjel van, bazze. Driving mode. Egyébként driving mode-ba beugrik középre, úgyhogy ez tök jó. Nyújtás. Köszörültetem egy csomó ideig. Na, sebességbe is hagytuk. Oké. Hello, haver! Adok üzemanyagot! Eléggé köszörül. Jó vagyok, nem akarna váltani. Fűbe ilyet váltottunk, gyerekek. És itt is van valami kecó. Ide mindenhol be lehetne menni, de jó. Ez nagyon kölyög ez a verde, gyerekek. Megvan ütedve a majd, ez igaz, ne viccelj. Kis egyház. Na még egy sebességet dobja arra. Még egyet. Nem gép, hanem bírja a gyerekek. Szágul ez! Már jó, lámpa. Úgy. Távolsági. Jó ez. Szuper, elvileg akkor, hogyha van ablak törve, akkor gondolom esik az eső is. Jó. Ajaj. Ajaj. Meglódultunk! Ennek egy hardfar, megy ez mind az ágyba szarás. Lemezek meg, hogy ficánkolnak hátul. Megnézem külső rétegben egyébként, hogy szalad, de júj, az az egér. Be lehet zoomolni ilyenkor is, hát ez elég vad. Ja, a következő faluig akkor el Valark, vagy hova benézünk. A szomjúság oltásra rá kell jönnem, lehet, hogy nézek róla valami tutoriált. Valami város közeledik. Ugye térképet nem tudsz nézni, hanem elvileg tudsz venni.
olyan izé hangunk van, gardán hangunk, vagy ilyen váltó hang. Hoppa, az aszfaltos út. Öcsé. Azt a betyár, gyerekek. Meg jó, hogy meg van ültetve, egy jobban fogja az utat. Oké, okay, jó. Itt elvég ez, ez lesz a balark. Ez egy falunak nélem. Na, itt mi van? Álljál meg! Álljunk meg. Stoj, berántam a kérdéféket, mindjárt megállsz. Na. Meg mi 28-ba vagyunk. Egy. Jó. Rakjuk üresbe. Állítsuk meg. Szálljunk ki. Nézzünk körül egy kicsit. Egyébként mennyi üzemanyagunk van? Baza, ez van még 20 liter, ebből van itt bőve. Barak. Fűrésztelep, vagy mi ez? A szemét? Minden van a szemét? Nem. Mit van lehet itten okozni? SD... Ugye ez az SD, ez a... Ez a nézze, ez a dollár, valamilyen szláv dollár, vagy milyen pénz, nem? A 81.500-ért vesznek deszkát, és elvileg ide kell akkor rakni. Tiszta formény szólára a gyerekek. Várjál, de ez, van nálam ilyen falap, azt nem veszik meg? Rángasd elő a falapot. Várjál, F2. Hogy? Nem veszi meg? Ez miből van? Vasbú? Ez mondjuk elég vasnak néz ki, nem? Nem volt nekem falapom? Vasat nem vesző, tesó? Ott a falap-e? Bement majdnem a kabinba. Hát, ha megveszi. Megnézzük gyorsan. Kíváncsi vagyok, hogy működik ez. Vasat azt felrakjuk, hát, ha vesznek még valamon vasat. Ez fa, nem? Vagy mi? Ez is vas nem ez? Ami így kiderül, bazze. Vedd meg! Nagy szart nem akarja megvenni, Moré. Itt ezt nem beszéd meg, mi? Bevenni nem lehet, jó. Egyébként kezd lemenni a nap, majd a... Appa, mi ez? Ezért ez, gyerekek. Ez a küldetések, ez egy ilyen quest board. De tuti. Jó, belézek ide a városba. Vannak NPC-k, meg mit tudom én, maszkálnak? Meg hogy van ez? Tudsz meg mi ott állnak az út mellett? Ki vagytok ti? Gangsterek? Itt-ott lehet húgyozni. Egyébként miért máshol nem lehet húgyozni? Ott ül valaki. Van busz megálló. Lehet, hogy van busz közlekedés is. Rajthagytam a világítást, remélem nem merül le. Ez mi? Bazz, ez izé. Rendőrbácsik, ne bántsatok el. Rendőrök, hallod? Ellopom a kocsiját. Heavy object. Nem tudom, nem. De mi az? Akkor van igazoltatás, gondolom. Ne! Tudsz busszal közlekedni! Ne szórakozzá, hallod? Rányomsz, és akkor izé, és akkor jön a busz elvész. Hallod? Ez tök jó! Bazze, ez összetett. Ez tök jó. Ez nagyon adja. Széket mindent el lehetne lopni, gondolom. Ott van, hát a izé! T1-es ide jött. Ne, megőrülsz. Itt a zsiga. Ja, kezd lemenni a nap, úgyhogy mindjárt sötét lesz, úgyhogy lehet, hogy az lesz, hogy ez egy ilyen tesznek. Az mi? Kocsma, vagy mi? Ilyen feliratok, akkor vesz valamit, meg ilyesmi. Ez mi? Mit csinál? Mi ez? Ez mi? Milyen hely ez? Mi ez? Hát ezt lassan nem fogom tudni elolvasni, mert rohadt sötét van, de viszont... Aha. Ez még üres hordót is veszi, hallod? Ez az izé. Itt van az izé. Mélytelep gyerekek. Ide mindent hozhatsz. Enter the driving mode. Ez viccsével. Dick, megerett az eső. Ezt hogy lehet beindítani? De ezzel lehet közlekedni a Targ utcával. Gondolom lepakolni. Hú, hogy esik az eső, Bore? Bocs, gyerekek, sötét van. Nem számítottam, hogy ilyen problémák lesznek. De itt vannak NPC-k, meg ott izé bandáznak gyerekek. Fölkapcsolódott a lámpa. Ez nagyon megvan, mi ez? Ne! Bolt, gyerekek! Bolt!
Lehet izért venni sütőt, meg ilyen erényeket, akkor ezek szerint lehet sütni, meg kaját csinálni. Lehet venni paprikát, paradicsomot, almát. Raktár, bejöttem hátra, nem tudom, ja nem, itt is be lehet jönni. Nem, ez a raktár, úristen. Gyerekek, ez nagyon adja ez a játék, hallod? Ez nagyon fun. Térkép, lehet venni térképet. Na jó, gyerekek, elbúcsúzom, ezt mégiscsak egy ilyen teszt videó volt, szerintem ez megér egy misét ez a játék. De itt nagyon fel kell készülni, My Summer Car-ba szoktam nagyon szétszopni magam, hogy izé minden bajom van. Figyelj, izét is lehet venni. Krumplit, hagymát, gázpalack, lehet, hogy izét főzni, ne szórakozzál, lehet főzni meg minden, nem? Küldetéseket csinál, akkor lehet, hogy érdemes hazamenni, és akkor ott fejleszteni a kecódat. Na jó, gyerekek, elbúcsúzom, tényleg ne haragudjatok, hogy ez ilyen rövid részlet, úgyis ránk sötétlet, meg azt se tudjuk, hogy kell inni, úgyhogy lehet, hogy meg fogunk szomjalni, gondolom 100-ig mehet a szomjúság, azt akkor baj van. Na, írjatok, hogy mit gondoltok, érdemes-e valamit kezdeni vele, meg írjatok tippeket, hogy hogy lehet hinni, meg hogy lehet, mit érdemes csinálni, jó? Azt nagyon szépen megköszönném, mert akkor nem kell utána néznem, hanem azok szerint szépen tudjuk csinálni. Na jók legyetek, csácsomit csátészta! Ja, megdobjatok egy lájkot, hello!